Tudod, vannak azok a témák, amiken állandóan összeveszünk. Ahol minden fekete meg fehér. Ahol te így, én úgy, és ha nem értünk egyet, akkor már barátok sem lehetünk. Amikor már annyira hangosan mondja mindenki a sajátját, hogy a másikat már esélye sincs meghallgatni. Annyi mindent megoszthatunk egymással. A gondolatainkat, a történeteinket, az érveinket, esetleg a jogainkat is. Tudod, attól neked nem lesz kevesebb, ha másoknak is adsz belőle. Szóval miért ne beszélgethetnénk azokról az ügyekről normálisan, amikről egyébként a komment szekcióban a húsleves mellett vagy a bárpultnál csak egymásnak esni tudunk. Nálunk egészen elképesztő módon anyám berúgva jött el a helyezési tárgyalásra, tehát beszélni nem tudott. Ettől függetlenül mégis átmeneti neveltként szerepeltünk mi a nővéremmel az elhelyezési jegyzőkönyvben, és volt olyan, amikor ott a szobában a fa előtt élesztették újra, mert begyógyszerezte magát, és pont ezekből, vagy amikor mit tudom én, felvágta az ereit ünnepekkor, ez nálam mindig sokkal-sokkal jobban kijött, és ezeknek mi mindig szemfültanúi voltunk, tehát ezt előttünk csinálta, mert ugye mi nekünk is kellett a mentőt hívni. Nagyon rossz oldalról közelít meg ezt a kérdést az, aki társadalmi nemi szerepek szerint próbálja elképzelni a családot, és megfeledkezik arról, hogy milyen az, amikor mondjuk egy nagymama nevel fel gyerekeket erején felül, hogy milyen az, amikor egyedülálló szülőkről beszélünk. És félek, ha bárkinek elmondom az intézetbe, akkor eddig is buziztak, de most már tudják, hogy meleg vagyok, és még azért is megvernek, mert meleg vagyok, nem csak azért, mert gondolják. De közben pedig az életrajzodban benne van, és te is sokszor elmondtad, hogy bántottak, cigarettacsikket nyomtak el rajtad. Hát ez az. Bántottak, mert hogy kiderült utána. Hát még akkor még nem derült ki, mikor ezek voltak, amikor cigicsik, meg a késnek a hegyét így nyomkodták belém. Mennyire van jelentősége annak, és itt mindkettőtök véleményére kíváncsi vagyok, hogy az ember mit lát? Tévében, sorozatokban, színházban. Az van, hogy én gyerekkoromban Eszmeráldát néztem, és már akkor a Hosszi Ármándó tetszett. Aztán később a Csacska Angyalt néztem, és akkor már a Frederico Fritzenwalden tetszett. Majd később a Vadangyalt néztem, és abban is a Jágó, Ivó, nem tudom már. Tehát lehetett nekem bármilyen szép, láthatott utána, mert a Leticia Calderon, érted, nem érdekelt, mert ott volt a Hosszi Ármándó. De az, hogy a beleegyezésről beszélnénk, hogy azzal kezdenénk, hogy már az ovisoknak megtanítani a bugyi szabályt, mert tényleg a nagykorú vagy a felnőtt szexuális ragadozóktól, szexuális bűnelkövetőktől akarjuk megvédeni a gyerekeket, hát akkor talán tanítsuk meg nekik, hogy a bugyiók alá csak ők nyúlhatnak, és a doktor bácsi is csak akkor, hogyha ők engedélyt adnak rá, és ez indokolt.